A kétmeccses idegenbeli túra első felvonásán Pécsen lépett pályára Kozár Michelin ellen a Kisvárda Mastergood. Az első félidőben még nem talált fogást ellenfelén a vendégcsapat, a második játékrész derekán viszont eldöntötte a meccset a Várda. A 63. percben Fodor, a 65. percben pedig Rajci szerzett gólt, és mivel erre a hazaiaknak nem volt válaszuk, 3 ponttal gazdagodott Révész Attila együttese. Az első fél időben jobbár hosszú labdákkal próbáltuk megjátszani a támadóinkat, és az abból való lecsorgás után próbáltunk helyzetet kialakítani kevés sikerrel. Ez egy olyan lüktető fél idő volt, nekik is voltak labdaszerzések után kontratámadásaik. 0-0-ra mentünk szünetbe, a második fél időben stratégiát váltottunk, és érezhető volt, hogy a Michelin azért el fog fáradni, és úgy gondolom a második fél időben teljes mértékben mi akaratunk érvényesül, sikerült bedarálnunk őket, és 3 percen belül 2 gólt szerezve megérdemelt győzelmet szereztünk. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Sopron 3-2, Dorog Moson Magyaróvár 2-1, Cegléd Vác 1-0, Budaörs Cigánd 3-0, Soroksár Szeged 1-0, Nyíregyháza Spartakusz Siófok 1-0, Grosics Akadémia Zalaegerszeg 0-0, Szolnok Békés Csaba 2-0 és Balmazújváros Csákvár 2-0. A tabella élén a 12 pontos Balmazújváros áll, megelőzve a 11 pontos Nyíregyházát és a 10 pontos Kisvárdát. A várdaiak nem utaznak haza a Dunántúlról, mivel szerdán Sopronban lépnek pályára. Így is nagyon rövid az idő, annak ismeretében meg végképp, hogy a Sopron pénteken játszott, és nekik 5 napjuk van a pihenésre. Viszont most azok a játékosok előtérbe kerülnek, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, vagy most nem szerepeltek. Egyébként tudatosan állítottuk így össze a keretet most, illetve a csapatot, hogy vegyes legyen a játékosoknak az aránya. Azok is jutottak most szóhoz, például a Karas Peti, a Fodor András, akik eddig a keretbe is nagyon nehezen kerültek be, és megállták a helyüket, tehát bizakodunk a Sopront illetően is. A 6. forduló további párosítása a következő: Békés Csaba Puskás Akadémia, Cigánd Soroksár, Nyíregyháza Spartakusz Kozár Michelin, Moson Magyaróvár Grosics Akadémia, Vác Balmazújváros, Szeged Szolnok, Siófok Dorog, Zalaegerszeg Cegléd és Csákvár Budaörs.